Miért akarjuk, miért kell megmenteni Kolozsvárt, Nagyváradot, Székelyföldet, Erdélyt, Bukarestől? Hölgyeim és uraim, a válasz rendkívül egyszerű. Azért, mert 98 év alatt sokkal több problémát okoztak, mint ahányat megoldottak. Miért nekünk kell megvédenünk? Azért, mert ez a föld, Erdély földje, a mi szülőföldünk. 5294 erdélyi településből 3202 településen élnek magyar emberek. Mi nem gazdasági bevándorlók vagyunk, nem a jobb megélhetés reményével érkeztünk ide, hanem mi itt maradtunk a múlt században is, a szegénységben, elnyomásban, egy kegyetlen diktatórikus rendszerben. Itt, a szülőföldünkön. A határok mozogtak a fejünk felett, mi maradtunk. Elfogadtuk azt, hogy szülőföldünkre kiterjesztette szuveranitását a román állam. De azt nem tudjuk elfogadni, hogy másod vagy harmadrangú állampolgárok legyünk. Nem fogjuk elfogadni a kettős mércét. Éppen ezért nekünk ott kell lennünk, ahol a döntéseket meghozzák. Ha Bukarestben, akkor Bukarestben. Pedig higgyék el nekem, én jártam ott elég sokat, nem egy jó hely. Kolozsvár is, Nagyvárad is, Sepsiszentgyörgy is, a Gyimesek és Kalotaszeg is sokkal jobb helyek, mint Bukarest. Én például sokkal szívesebben jönnék ide Kolozsvárra egy regionális parlamentbe, még akkor is, ha többet kell utaznom Sepsiszentgyörgyről Kolozsvárra, mint Sepsiszentgyörgyről Bukarestbe.